Lehet ezt így hallani? Szuper. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Alexandra pódiumon. Én most járok itt először. Kisantal Tamás vagyok, Pécsen tanítok az irodalom tanszéken. És annak az apropójából jöttünk el, hogy megjelent egy könyv, Varga Ágota, Balázs Béla díjas filmrendező könyve, az Acéltörténetek, amely tulajdonképpen egy sokszerzős könyv, úgy értve a sokszerzős könyvet, hogy egy riportkötet, Acél Györgyről szóló riportkötet, amelyben Acél György családja, illetve az Acélhoz kapcsolódó, így vagy úgy kapcsolódó értelmiségiek, filmrendezők, irodalmárok, tudósok, írók beszélnek az Acélról, illetve az Acéllal való kapcsolatukról, viszonyukról. Szándékosan nem mondok neveket, mert nem akarok senkit sem kihagyni, és nem akarom felsorolni a résztvevőket, mert az egy hosszú felsorolás lenne. Azzal kezdeném, hogy ugye ez a könyv eredetileg egy film volt, néhány évvel ezelőtt egy dokumentumfilm, az Acél című dokumentumfilm, és ennek a filmnek az anyaga olvasható itt, több is, mint ami a filmbe bekerült. Azt szeretném először kérdezni, hogy egyáltalán hogy született a film ötlete, és miért ezek az emberek szerepelnek a filmbe, kiket kerestél meg, volt esetleg, aki nem vállalta, tehát egy picit, ha a filmről tudnál mesélni. Igen, hát a bevezetőben, a könyvbevezetőjében abszolút sikerült összefoglalni, hogy mi is volt a filmnek az előzménye, de most is nagyon szívesen elmondom. Én a Leszármazottak címmel készítettem 2005-ben dokumentumfilmet, és az az egykori belügyi államtitkár, a Sztójai kormány belügyi államtitkára Endre László fia, Endre Zsigmond volt a filmemnek a főszereplője, és az ő gyermekei. És azt tudni kell, hogy ő volt a felelős a zsidók elhurcolásáért itt Magyarországon. Endre László, és fel is akasztották népbírósági ítélet által. És az érdekelt engem, miután megismertem Endre Zsigmondot, aki amikor a filmet készítettük is már 80-on túl volt, de kiváló szellemi képességekkel bírt, hogy ő hogy élte meg, és ahhoz a korhoz, a családjához, és az akkori történtekhez az ő viszonya milyen is, és milyen gondolatok, és hogy élte az életét ebben a tudatban. És a gyerekei is szintén ilyen szempontból érdekelt engem, az ő gondolatuk. Ők középkorú értelmiségiek, Argentinában élnek, és Endre Zsigmond is, Endre László fia, akivel aki a filmben főszereplője, ő is Argentinában élt, oda menekült, aztán a rendszerváltás után költözött vissza Magyarországra. És elég döbbenetes volt, hiszen nagyon szoros érzelmi szálak fűzték őt az édesapjához. Ott volt, amikor az amerikaiak elfogták, és ő akkor 19 éves volt, és azzal kellett szembesülnöm, hogy az ő élete egész végig arról szólt, hogy ápolja az édesapja emlékét, az ő gondolatvilágát, és sosem nőtt fel, mert a mai napig is azt vallja, hogy sokkal inkább kéne a zsidókat üldözni, mint annak idején, és hogy nem volt holokauszt. És itt értettem meg igazából a holokauszt tagadásnak a pszichológiáját, hogy mi is vezet idáig. Aztán ellenben a gyerekei, amikor szembesítettem őt a gyerekei gondolataival, hiszen sosem beszélte ő meg ezt a gyerekeivel, akkor a gyerekei tisztán világosan láttak, és látnak, és őt
a filmben gyakorlatilag szembesítettem a gyerekei ellenkező véleményével, és még mindig nem tudott napirendre térni, hogy hogy lehetnek ilyenek a gyermekei. Na most ez a filmem és ennek a összegzése késztetett arra, hogy Acél György lányait és unokáját is megszólaltassam. Ugye ő egy másik kor. És hogy miért ő, az azért, mert az Ágnes szociológus, az Ágnes lánya szociológus is egy másik filmemben ő szerepelt, és még ennek a filmnek a hevületében, a Leszármazottak filmnek a hevületében megkérdeztem őt, hogy ha az édesapjáról készítenék filmet, akkor ők vállalnának-e ebben szerepelt, hát úgyhogy elmondják a véleményüket az édesapjukról, és igent mondott, de mondta, hogy az Annát is kérdezze meg, és az Anna is igent mondott. És így indult a filmkészítés, indult volna, csak hát ez nem olyan egyszerű, mert be kell adni pályázatot, be kellett adni az akkori, 2006-ban adtam be én a pályázatot, vagy 2005-ben még. Azt tudom, hogy 2 éven keresztül hiába pályáztam, mert nem adtak támogatást rá, és úgy jutott el hozzám a hír, hogy az akkori kurátorok úgy gondolták, vagy közülük jó néhányan, hogy nem érett még meg a mai magyar társadalom, a 2005-ös magyar társadalom arra, hogy filmkészüljön Acélról, egy dokumentumfilm, egy ilyen visszaemlékező, vagy a családját megszólaltató dokumentumfilm, és apránként aztán végül is sikerült. És hogy miért pont ők szólalnak meg, na most mivel ez elsősorban család, illetve leszármazotti portré akart lenni, és miután Ágnessel és Annával elkészítettem az interjút, úgy éreztem, hogy ez így kicsit kevés, tehát többet, tehát ki kéne a kört bővíteni. És akkor őket kérdeztem, hogy kiket ajánlanának, kik voltak Acélnak kik tartoztak a barátai közé, kikkel ápolt jó kapcsolatot az életében. És így indult el az a kör, akik végül is a filmben szerepelnek, kitágítva persze olyanokkal is, akikkel egykoron jó barátságban volt, aztán a különböző intézkedések során pedig aztán ellenségekké váltak, de aztán a halálos ágyán meg aztán úgy tűnik, hogy megpróbáltak újra megbékélni vele. És gondoltam én arra is, hogy kellene ezt még inkább tágítani, de hát így is kétrészes lett a film, tehát és próbáltam egy a másik körből is, tehát az úgynevezett népi körből megszólaltatni, vagy megkeresni embereket, és ők pedig azt mondták, miután megtudták, hogy kik szerepelnek ebben a filmben, hogy majd egy másikban, tehát ebben nem akarnak. És, de aztán így utólag már nem is bánom, mert ez igazából így egy Acél leszármazotti, gyakorlatilag leszármazotti kör, kibővítve a barátokkal, és hát gyakorlatilag röviden azért megpróbáltam összefoglalni, hogy így indult ez a film. Én pár napja így készülve erre a beszélgetésre megnéztem, amihez hozzájutottam a film kritikáit, illetve nem csak kritikákat, hanem internetes fórumokat is, ahol a film kapcsán beszélgetnek Acélról, hát beszélgetnek, gyakorlatilag vitatkoznak. Tehát igazából azt tűnt fel nekem ezen a fórumon, hogy nem is a filmről beszélnek, hanem Acél személyéről, pro és kontra. És gyakorlatilag a film egy ilyen ugródeszka számukra, hogy Acélról vitatkozhassanak. Az lenne a következő kérdésem, hogy ami tulajdonképpen, én tudom a választ, mert annyiban felfedem a saját szerepemet is, én szerkesztőként vettem részt a könyv munkálataiban, hogy tulajdonképpen van Acélról egy film, miért kellett ezt könyvben is megjelentetni? Tehát miben más ez, mint a film, miben több vagy?
Azért még az előzőekhez visszatérve, azért kiemelném még a megszólalók közül Szőcs Mátét, az unokát, Ágnes fiát, nem tudom, itt van-e. Nincs, nem jött el. Az ő gondolatvilága, az ő hozzáállása a nagyapjához egészen sajátos, mert az Ágnes, ugye az Anna közelebb volt érzelmileg az apjához, mert ő az idősebb. Ő nála is nagyon-nagyon erősen, ha már nézzük ezt a vonulatot, hogy nézzük az emberi lélektant, akkor ha erről is beszélünk, és nem csak tényekről, akkor nála sokkal inkább felfedezhető az, hogy ő érzelmileg közelebb állt hozzá, és kevésbé tudta objektíven szemlélni azt a kort, amiben ő élt. Az Ágnes már próbált elszakadni, de mindig vissza is visszazuhant ő is, és vagy visszarántották, de próbált ő is nagyon, ő viszont nagyon, tehát saját magát is megugorva én szerintem próbált, nem tudom, így érzed, Ági, de én... Jó. Tehát én így gondoltam, hogy próbálta ezt így kívülről, objektíven. Aztán a Máté viszont már egészen, tehát ő meg abszolút objektíven tudja szemlélni azt a kort. És hogy miért kellett? Most itt van egyébként egyetlen egy DVD, mely volt DVD kiadása is a filmnek. A MOKÉP terjesztette, de elfogyott, nincsen. Tehát ha még én lesz rá, majd biztos... fogjuk ezt esetleg újra kiadni. Az, hogy könyvben is megszülessen, az ötlet azért volt, mert egyrészt a filmben sokkal inkább ugye egymásnak felelgetve és különböző gondolatkörök mentén haladunk. Míg a könyv az megengedi azt, hogy egy-egy megszólaló önmagában láttassék, tehát az önmaga gondolatmenetét lássuk egyben. Tehát más jelleggel adhat információkat, míg a film meg a gesztusokban adhat, és a hangsúlyokban adhat többet. Tehát akit érdekel ez a kor, és azt gondolom, most már jó néhány filmet készítettem a Kádár korral kapcsolatosan, tehát igen nagy az érdeklődés. Tehát nagyon-nagyon szeretnék az emberek objektíven látni ezt a kort, és nagyon kevesen merünk ehhez, vagy próbálunk ehhez hozzányúlni. Hát én bízom benne, hogy ezek segítenek. Hát igen, és annyiban is hazabeszélhetek, hogy azért is nagyon jó ez a könyv, mert például mondjuk egyetemistáknak van mit feladni olvasmánynak, mert utószóban írtam is ezt, hogy én tavaly végeztem egy nyilván nem reprezentatív mini közvéleménykutatást, tartottam egy évfolyam előadást magyar szakosok közt, hangsúlyoznám. Tartottam egy évfolyam előadást, és kitöltettem velük egyetlen kérdéses tesztet. A kérdés úgy hangzott, hogy ki volt Acél György. Volt, aki tudta, volt, aki nem. Tehát volt, aki simán 20. századi költőként lőtte be. Nagy részük egyébként azért, meg a mi hibánk is, tehát nem tanulták meg, mert nem annyira tanítjuk nyilván, de... Nagy részük azért azt, hogy 3T, meg azt, hogy Kádárkor kultúrája, azt azért el tudta helyezni. Akkor ami egy picit kibújik belőlem így az irodalmár, és mindjárt, tehát nem akarom magamhoz ragadni a szót, de szerintem az nagyon érdekes például a könyv és a film különbségében, hogy ahogy mondtad is, máshogy strukturálódik. Tehát a film számomra inkább acélról szól, a könyv pedig inkább, ahogy a címe is mutatja, az acéltörténetekről, tehát inkább azokról az emberekről, akik acélról beszélnek. Ugye a film az úgy strukturálódik, hogy tehát nem egy ember beszél, és utána a másik, hanem igen, gondolatok mentén valaki elkezd beszélni valamiről, és akkor egy másik
interjú alany fölveszi ezt a szállat, stb. Stb. A könyvben ugye ezt nem lehetett volna így megcsinálni, hanem először a család, aztán a különféle interjú alanyok, és számomra legalábbis ez inkább arról szól, hogy acélról mit gondolunk, vagy mit gondolnak, hogy hányféleképpen gondolják. És ami az egyik legérdekesebb nekem a könyvből is, meg a filmből is, hogy nem egy acél történetet kapunk, hanem nagyon sokat, illetve nem egy acél, tehát nem tudjuk meg igazából, hogy ki volt acél, vagy nem egy arcát tudjuk meg, hanem nagyon sokat. Tehát elképesztő dolgok derülnek ki, ugye, hogy a második világháború alatt ő nyilasnak öltözve embereket mentett, hogy éppen Pécsről vitték el a Rákosi korszakban a későbbi humorista Komlós János, hogy utána, 56 után, hogy került a hatalomba. Tehát nagyon, nagyon sokan és nagyon sokféleképpen viszonyulnak acélhoz. Az lenne a kérdésem, hogy te, aki végigkérdezted ezeket az embereket, meg ahogy mondtad is, nagyon többedik filmed ez már a Kádár korszakról, illetve van egy új filmed is róla. Neked van-e acéltörténeted? Nem úgy értem, hogy a te életedben, ha van, akkor arról is beszélj, de hogy az interjúkban számodra mi, vagy ki a cél? Azt azért hozzá kell még tennem, hogy nem lehet teljes a kép, mert jó néhány embert szerettem volna még megszólaltatni, akit a lányok ajánlottak, közvetlen a cél közvetlen munkatársai, titkárnője. Ők elhárítottak, ők nem szólaltak meg. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy megfogadtuk annak idején acéllal egymásnak, hogy nem mondunk semmit. Volt olyan is, aki az utolsó életút interjút készítette vele, hármajuk közül az egyik még él, és őt is szerettem volna megszólaltatni. Ő azt mondta nekem, hogy ő azért nem beszél nekem, mert ha beszélne is, cinikus lenne. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden nincs kibontva, sok titok van még, amit ki kéne bontani, és ha úgy tetszik, akkor nekem ez az acéltörténetem. Uh-huh. Értem. Szerintem és mondjuk ezt a, hogy is fogalmazzak, tehát azt az ellentmondásosságot, ami mondjuk az acél körül a mai napig is él, és a könyvből is nagyon szépen kiderül, tehát és ebből a szempontból szerintem nagyon-nagyon jól válogattad össze az interjú alanyokat, tehát elképesztően máshogy közelítenek meg emberek ugyanazokat a tényeket gyakorlatilag, ugyanazokat az eseményeket, és ugyanazt a személyiséget. Azt akarom kérdezni igazából, úgy nehezen fogalmazom meg a kérdést, de csak kibukik, hogy te közelebb jutottál a célhoz? Tehát az az ellentmondásos figura az interjúk végén, a filmet elkészítve, a könyvet megcsinálva ellentmondásosabb lett, egyértelműbb lett, vagy milyen lett számodra? Egyértelmű, persze, hogy ellentmondásos, de úgy nagyon ebben nem nagyon akarok én belemélyedni, mert egyrészt ugye elsősorban én filmrendező vagyok, és a filmjeim és a kérdéseim, és ahogy azt összerakom, azok beszélnek rólam. Azok jellemeznek. És hát ezzel kapcsolatban nem tudnék ennél többet mondani neked. Nekem személyes kapcsolatom nem volt vele sosem, tehát nem volt az életem során, tehát nem ismertem.
engem ennek az egész történetnek teljesen természetes, hogy a múlt feltárás az egyértelmű, hogy szándék. De ezzel együtt az emberi lélek, ami és annak a mozgatói is, amik nagyon érdekelnek. És a kérdéseim mind a kettő vonatkozásban felelhetők, azt gondolom, ha így próbálom magamat így jellemezni. De hát ez így nyilván majd a nézőnek, meg az olvasónak lesz a dolga, hogy megpróbáljon, ha kíváncsi is rá, ezen keresztül engem megfejteni, vagy az én szándékaimat. Van a interjúkban újra és újra visszatér egy központi dolog a céllal kapcsolatban, ami hihetetlenül érdekes volt számomra, és megmondom őszintén, viszonylag új is volt számomra ez az acélhagyaték problémája. Az acélhagyaték problémája, amire visszatérsz, és látszik az interjúkból, hogy téged sem hagy nyugodni. Tehát rákérdezel sokaktól, hagyaték gondozóitól. Egy picit tudnál erről mesélni, tehát, hogy mi az acélhagyaték, mit tudunk róla, mit nem tudunk róla. Igen, hát az ugye Agádi Péter itt is van, aki nagy, a leginkább ismeri az acélhagyatékot a családon kívül. Tehát rengeteg, két részre bontható, az egyik az, amik kéziratok, olyanok, amikhez ő neki személyes köze nem volt, de nagy írók kézirattai művei, de hát ezt majd, ha elolvassák az interjút kötetet, akkor ezt majd részletesebben is megismerhetik. Ez hatalmas anyag, nem tudom, de több kötetnyi, több, tehát talán mázsány is van. A másik része a hagyatéknak pedig azok a levelek, amit neves a kulturális élet területén dolgozó vagy tevékenykedő emberek a Kádár korszakban, akik leveleket írtak acélnak, akár barátkozás, akár bármilyen címen, vagy előnyszerzés címen, és azok a kötetek, az írók, mert ugyanis elhangzik az is, vagy a filmben is, és itt is a könyvben is, hogy mint egy Széchenyi könyvtár úgy kell elképzelni acélt, mert bármilyen könyv megjelent, akkor minden író azonnal küldte acélnak a megjelent kötetet, és természetesen ajánlva, és a könyveknek az első oldalára, akár ez dedikáció, vagy akár tehát akár kisebb levél formájában. És akik ismerik ezt a hagyatékot, Agádi Péter igen, Popper Péter is ismerte, azok úgy gondolták, hogy ezt ki kéne adni. Mert ez annyira izgalmas, hogy is működött a, tehát el tudjuk képzelni, persze, mert az emberi természet maga nem változik, hogy próbáltak dörgölőzni, és hogy próbáltak előnyökhöz jutni akár egy ilyen dedikált kötet elküldésével. És ezek a levelek, ezek a kötetek, ezek amikor meghalt Acél György, akkor Anna, idősebbik lánya birtokába került, és ő azt mondta el, hogy félnie kellett, hogy betörnek hozzá, mert akkora volt a rendszerváltással a nyüzsgés felé, hogy megvan-e, ha megvan, adja oda, adja vissza, tehát, hogy ne maradjon meg, és ezért döntöttek úgy a lányok, hogy egy kuratórium gondozására bízzák ezt a hagyatékot, és így került be, egy többfős kuratórium őrzi, gondozza, és a Tudományos Akadémián, az akkori információm szerint a Tudományos Akadémián őrzik. És na most, mikor a filmről jelentek meg kritikák, volt, aki ezt túlságosan furcsának találta, hogy én miért piszkálom ezt, hogy miért kérdezek én ennyit ezzel a hagyatékkal kapcsolatosan, hiszen ez egy személyes levelezés, hát ez a személyes ügye
acélnak, hogy most ezt megtartja, tárolja, ezt neki írták. Ugyanakkor meg egy másik megközelítésben pedig ő egy közszereplő volt, olyan ember, aki nagyhatalmú úra, kultúra, kultúrpápa, így is mondják. Tehát abszolút kézben tartotta a magyar kultúrát. Hát ilyen értelemben azért ez nem egészen magánügy. Szóval nem magánügy. És aztán, hogy nyilvános legyen ez a kuratórium, vagy ez a hagyaték, a hagyatéknak ez a része, ebből is vita volt még, amikor a filmet készítettük, nem tudom, hogy azóta milyen előrelépés van ez ügyben, mert a kuratórium tagjai úgy gondolták, hogy ez legyen zárt, sőt, még a hagyaték katalógusa is legyen zárt, az is zárt, a katalógus is zárt, tehát nem tudhatjuk meg, hogy milyen kik írtak, és kiknek a levelezései vannak ott, tehát sem, tehát abszolút teljes egészében zárt, és hogy ez 30 évre titkosítva van. És egyébként Acél György gondolta úgy, hogy ezt ne legyen kiadva, miután a Gárdi Péter és Popper Péter is szerette volna, mert úgy gondolta, hogy ez egyéni érdekeket sérthet azokért, akik neki dörgölőző leveleket írtak. És hát ami még ugye furcsa volt nekem, számomra, hogy ezek a kötetek nem a kötetek vannak, a dedikált kötetek a hagyatékban, hanem csak a kötetekből kitépett lapok. Tehát a kötetből ki van tépve a dedikált lap, és az van a hagyatékban. A köteteket pedig antikváriumba eladták. Na most ez így történt, és ezt én is rendkívül furcsán, ezt elmondhatom most is a személyes véleményemet ezzel kapcsolatban, hogy egy kultúrkörben, tehát egy kultúráért felelős körben, most nem tudom, hogy ez kinek a döntése volt, de ez igen erősen ellenkezik a kulturális kultúra iránt érzékenységgel. Az nagyon érdekes számomra, közben az jutott eszembe, hogyha az ember egy antikváriumba talál egy mondjuk 70-es évekből származó könyvet, amiből ki van tépve az első lap, akkor az lehet, hogy acél példánya volt. Igen, tehát az nagyon érdekes számomra a dedikációkkal kapcsolatban, hogy tényleg a könyvet olvasva úgy egyre nagyobb a rejtély, és egyre jobban érdekli az embert, hogy mi lehet ott. Holott több interjú alany elmondja, hogy tulajdonképpen kb. Az van ott, amit gondol az ember. Tehát, illetve ilyen sejtetések vannak itt-ott, hogy ki lehet az az író, aki acél halála után a rendszer üldözöttjének tüntette fel magát, és erősen más oldalra tolódott, és ő is dedikált, és kedves dolgokat írhatott. Tehát nagyon-nagyon érdekes. A másik, ami nagyon érdekes volt nekem, ez, hogy kéziratokat is gyűjtött. Ugye, hogy első Rákóczi György idejéből van az első talán, ha jól emlékszem, és tehát ilyen hihetetlen gyűjtő szenvedélye volt. Akkor a következő kérdésem egy kicsit ilyen globálisabb, meg átfogóbb lenne acéllal is kapcsolatos, meg a te életműveddel is kapcsolatos, hogy tulajdonképpen úgy érzem, hogy többször futsz neki a kádárkor témájának, illetve újra és újra olyan témáknak futsz neki, akár a leszármazottak filmeddel, akár a cigány holokausztról szóló filmeddel, akár a legújabb Tartótiszt című filmeddel, amik hát ilyen szőnyeg alá söpört problémák, csontvázak a szekrényben, és még mondhatnám a metaforákat, tehát kellemetlen kérdések mondjuk úgy a magyar társadalomnak, vagy provokatív dolgok, amiről sokan azt gondolják, hogy inkább ne beszéljünk, de te újra és újra beszélni akarsz róla. Mik a személyes motivációk, vagy mondjuk mi az arcpoétikád ezzel kapcsolatban? Hát
az, hogy ne beszéljünk kellemetlen dolgokról, mint úgy csináljunk, mintha meg se történt volna, hát ezt nem gondolom, hogy így kellene egy embernek az életét leírni. És pláne, ha történelmi korszakról van szó. Azért, amíg még élnek azok az emberek, akik jelentősen befolyásolták azt a kort az ő döntéseikkel, addig kell megszólaltatni. Akkor kaphatunk hitelesebb képet róla, és nem akkor, amikor már nem élnek. És azért én vérbeli dokumentumfilmesnek tartom magam, és én azt gondolom, hogy ez is a dolgom. Tehát a dolgom, hogy az én eszközeimmel ezt láttassam. És az, hogyha nem készítem el a Porraj, most mondjuk visszatérve a Cigány holokauszt című filmet, az is az utolsó pillanatban készült, ugye 2000-ben, 1999-2000. A kutatások megkezdésével egy időben, hát nem tudom, van-e arra idő, hogy én azt fölvázoljam, hogy indult, vagy miért tudott ez csak ekkor. Érdeklődés van legalábbis részemről. Na hát egy kis hírbe kapaszkodtam 1998-ban, ami szerint a svájci kormány svájci kormány segélyt ajánl a még túlérő romáknak, akik túlértek a holokausztot. És ez ügyben a Magyar Vöröskeresztet kéri fel, hogy segítsen megtalálni a túlélőket. Na én ezt a kis hírt, ebbe kapaszkodva adtam be akkor a pályázatomat, hogy én ezt erről szeretnék akkor filmet készíteni, dokumentumfilmet. És a Magyar Vöröskereszt pedig úgy fogott ehhez hozzá, hogy az önkormányzatoknak és a kisebbségi önkormányzatoknak küldött egy levelet, hogyha ismernek a környezetükben még olyan embereket, akik túlélték a cigány holokausztot, akkor segítsenek kitölteni a kérdőívet és küldjék vissza. És így jött vissza egy ilyen 400-500 kérdőív a Vöröskereszthez, és ott két történész volt, aki elbírálta, a Szita Szabolcs és a Bársony János, és én a Szita Szabolcsot választottam a filmem szakértőjéül, és arra kértem a Vöröskereszt munkatársát, mivel nem adhatták ki nekem közvetlen a címeket, hogy írjanak. De nekem a kérésem csak annyi volt, hogy az ország minden területére, és a lehető legkülönbözőbb formában, ahogy üldözték a romákat, azzal tudjak találkozni. És leveleket küldtek szét, hogy egy filmrendező megkeresni őket, és várnak, és hogy várná vagy fogadnának-e, és szinte mindenki visszaírt, hogy igen. És terepszemle során 100 hanginterjút készítettem, akikkel tudtam beszélni, és közülük választottam ki aztán a filmem szereplőit. És így született meg a Porrajmos, a cigány holokauszt és a Fekete Lista, a cigány munkaszolgálatosok 1944-ben című dokumentumfilmjeim, és ezek először adtak átfogó képet a magyarországi cigány holokausztról, hogy a lehető legkülönbözőbb formában, hogy üldözték Magyarországon 1944-ben a cigányokat, őket is vitték gettóba, Németországba, és helyben is rendkívül sok borzasztó megaláztatásban volt részük. És ha ezt a filmet ekkor nem készítem el, mert most már azóta sokan nem élnek, így a kutatásokkal elkezdődve, akkor ez nincs meg a magyar történelem számára. Tehát ezek az arcok, a gesztusok, ahogy elmondják, tehát a leghitelesebb embereket választottam ki a filmem szereplőjéül. Tehát akkor ez nincsen. És így vagyok a többivel is, tehát a tartótiszt most szólalt meg először egy tartótiszt az én dokumentumfilmemben, és az Uránium moziban ment ez a, és szembesítettem őt az egykori megfigyeltetjeivel. Tehát azért a Kádár kortnak egy nagyon érdekes szelete, meg egy nem is érdekes, hanem döbbenetes szeletével és módszereivel szembesülhetünk, úgyhogy még élő embereket tudjuk ezt elmondatni. És hát ez én nem gondolom ezt, hogy nagyon hangsúlyozni kéne, hogy ez az embernek a dolga. Tehát még az a cigány holokauszt, hogy hozzátéve azt, hogy azt megelőzően, és akkor szembesültem azzal a döbbenettel, hogy sem a különböző cigány szervezetek, akiket ugye reprezentálni látunk, meg a kisebbségi önkormányzatok, sem történészek
nem fordítottak arra energiát, hogy ezt feltárják, kikutassák, hogy volt Magyarországon cigány holokauszt. Egyedül a Karsai Lászlónak volt egy monográfiája, ami csak levéltári kutatásokra építkezett, tehát nem utúlélőkkel kapcsolatosan. Annak a birtokában voltunk, amíg ez a átfogó film nem született meg. Hát körülbelül ezek vezérelnek. Igen, mindenképpen hiánypótló film, és azt gondolom, hogy az Acél is, bár szerencsére van már egy kiváló Acél monográfiánk, ugye Révész Sándor tollából, aki, ha jól tudom, a filmedben is valamilyen tanácsadóként talán segítséget nyújtott. Hát a könyve feltétlen. Igen, igen. De hát nyilván egy történeti szöveg, egy acél monográfia egészen más, mint egy ilyen riportkötet. Tehát máshogy közelíti meg acélt, mint azok az emberek, akikkel így vagy úgy kapcsolatban állt. És azt gondolom egyébként, hogy mindenképpen hiánypótló ez a könyv és ez a film, hogy nehéz külön választani, azt hiszem, az acélfilmet és az acélkönyvet. Mindenképpen hiánypótló azért, mert tehát az interjúkat olvasva így újra és újra nekem például ilyen iszonyú meglepődéseim voltak sokszor, amikor szándékosan nem mondok nevet, egy művészről, aki hát manapság áll valamilyen oldalon, és meglehetősen sikeres, és régen is sikeres volt. Az egyik interjú alanyod azt mondja, hogy hát állandóan ott kopogott acélnál, és mondtuk neki, hogy hát nem kéne azért nyalni ennyire neki, ennyire látványosan, de amit most meg ez az illető nem annyira hangoztat. Tehát egy érthető módon. Tehát ugye az elképesztő, hogy rengeteg olyan apróság elhangzik, tényleg néha csak ilyen elejtett félmondatok, apró történetecskék, amik úgy nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tudni acélról, a korszakról, ezekről az emberekről, nagyon sok mindenről, és ebből adódna a következő kérdésem, hogy tehát a technikailag értem, amit mondtál az elején, tehát hogy bizonyos potenciális interjúalanyok nem vállalták. És a filmeddel kapcsolatban elhangzott az a kritika, hogy egy picikét talán egyoldalú, tehát csak mondjuk bal oldalról faggatsz embereket. Látod esélyét annak, hogy lesz egy acél történetek kettő, vagy acél újabb történetek, hogy meg tudsz szólaltatni majd másokat is, akár tehát, hogy szándék van-e nem részedről, mert úgy azt hiszem, vagy gondolom részedről bizonyára van, de hogy lehet-e faggatni még embereket, sokak elmondanák még az acél történeteket, tettél-e már ilyen lépéseket, és van-e reális esély, hogy lesz még? Hát az, hogy az a kritika, hogy a bal oldal szólal meg, ugye hát az egyértelműen elmondtam, hogy mi igen. Az oka, igen. Hogy ez egy ilyen inkább egy acél leszármazottak inkább kibővítve. Az, hogy szeretnék-e még folytatni, hát most eléggé lefoglal néhány film, amivel most foglalkozom, de hát nem kizárt, ha eléggé, tehát lehet, hogy most így most kicsit ezt így elültettem magamban, de biztos, szóval szeretnének emberek beszélni, azt tudom, csak egy másik körben, de hát akkor legyen egy másik kör, igen, úgyhogy könnyen lehet, hogy egy következő pályázatomban majd ezzel foglalkozom, tehát ez elképzelhető, igen. Hát és reméljük, mondjuk ennek a könyvnek lehet egy ilyen hatása is talán, hogy minél többen olvassák, és sokakból előbújhatnak a saját acéltörténetek. Hát én
Egy picit szélesíteném a párbeszédet, hogyha lehetséges. Úgy tűnik lehetséges, tehát azt, ha kérdések, hozzászólások. Lányai, Ágnes és Anna, valamint a kuratórium tagjai között. Ilyen nincs. Az
elmúlt évtizedekben minden egyes döntés együttesen egyhangra hoztunk ezzel kapcsolatban. Második dolog, tájékoztatásul mondom, egyetlen egy olyan eset sincs, ha valaki kutatni szeretett volna, akkor a kutatáshoz nem kapott volna engedélyt, vagy ezt nem tehette volna meg. Elmondom tájékoztatásul, hogy éppen most, mint egy 100, meghaladta a 100-at azoknak a kéréseknek a száma, akik szerettek volna itt kutatni. Természetesen vannak neves kutatók, akik többször is visszatértek, és éveken keresztül kutattak. Mintegy 80 olyan eset van, olyan személy, aki filmet, rádió műsor, újságcikket, forrásközlemény, levelezés kötetet, tudományos és egyéb munkát tett közé ennek alapján, és ez folyamatosan van. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy egyetlen egy olyan akadály van, és ez ténylegesen létezik, amire talán nem egészen pontosan, de mégis utal a rendezőasszony, ez pedig a végakaratnak az a része, amelyik azt mondja, hogy senki hátrányt ne érhessen. Ez a kortárs levelezésre vonatkozó. Magyar levéltári törvényeknek megfelelően is a célja, hogy végakaratának megfelelően valóban ezek 30 évre, úgy, ahogy más levél
Köszönjük szépen a kiegészítést. Tessék. Mátéval kapcsolatosan tett föl kérdést. Igen, tehát én szerintem el kell olvasni az interjút. Most nem tudom nekem, nem tudom szó szerint őt idézni, de számomra azt a benyomást tette, hogy egy fiatal ember, aki igaz, hogy családtag, próbálta a nagyapát is megfogalmazni és érzéseiben átadni a hozzáfűződő viszonyát, de mint ő is történész ugyanis, tehát ő próbálta abszolút kívülről látni, tehát sokkal inkább, mint a lányok. És hogy ezért is nagyon fontos, hogy a generációk, tehát itt is éreztem azt, hogy fontos, hogy az utánunk következő generációval elmondjuk, megpróbáljuk fölvázolni azt, amiben éltünk. Tehát ez fontos, mert ez tanulság a további generációknak. Tehát ezek fontos tanulságok lehetnek. Tehát muszáj most beszélni, és nem elhallgatni. Igen, persze. Igen, igen. Igen, és egyébként érdekes a Szőcs Máté abban is, hogy én meg is lepődtem, mert én előbb olvastam tőle egy történeti tanulmányt, és utána került a kézirat a kezembe, vagyis az interjú a kezembe, és akkor döbbentem rá, hogy ez ugyanaz az ember, és tényleg ő egyszerre próbál meg kívül és belül is lenni. Tehát családtagként nyilván elfogult, és szerette a nagyapját, és belül van, de közben megpróbálja valamiféle ilyen történészi szemmel látni a dolgokat, és így helyre tenni a dolgokat. Tehát rendkívül érdekes igen. volt. Igen, meg hát aztán, amit utána tőle is megtudtam, tehát ő neki ez egy elég nagy vívódás, mert baráti körben, társaság körben, tehát amikor megtudják, hogy ő kicsoda, akkor tehát őt egy sajátos megközelítésben kezelik. Tehát ő neki ezzel is meg kell birkóznia. Úgyhogy ez sem egyszerű neki. Tessék.
Hát igen, ezt egyébként én is alá tudom támasztani a diákok körében, hogy nagyon-nagyon keveset tudnak. Igen. Kevesen tudnak, és keveset. Hát igen. Vegyes egyébként. Én inkább úgy látom, nem is arról van szó szerintem, hogy nem érdekli a fiatalokat, hanem ilyen előítéletek mentén közelítik meg. Tehát, hogy igen, és hogy túl könnyen megrögződnek előítéletek. Igen. Igen, és nyilván egy ilyen feltáró tevékenységnek mindenképpen szerepe lehet, hogy ez változzon. Más kérdés, hozzászólás? Tessék. A két párhuzamot, tehát hogy most az egyik filmem a másikból hogy következett, az nem azért következett, mert a két ember egy lapra tartozik, hanem annak a kornak egy befolyásos személyisége és a gyerekei, és ennek a kornak egy befolyásos személyisége és a gyereke és a családja. Tehát ez így vonható párhuzamba, igen. Más esetleg? Ha nincs, én azzal zárnám le egy
egy nagyon rövid gondolattal csak, illetve egy kis történettel, ami egy személyes történet arról, hogy miért van szükség ilyen könyvekre szerintem, meg ilyen munkákra. Néhány évvel ezelőtt egy konferencián a 70-es évek irodalmáról tartottam egy előadást, a konkrétan Eszterházy Péter fogadtatás történetével kapcsolatban próbáltam ilyen kultúrtörténeti megközelítést alkalmazni, és a vita során az egyik kollégám azt mondta, hogy teljesen jó a megközelítésem, teljesen igazam van, egy baj van vele, hogy én nem éltem akkor, ő akkor a jelenkor szerkesztőjeként például tudja, hogy az, ami megjelent, az néha köszönő viszonyban nem volt azzal a kézirattal, amit megkaptak. Tehát ha én fiatal irodalomtörténészként, vagy már inkább középkorú irodalomtörténészként elolvasom a sajtóforrásokat, elolvasok tanulmányokat, ott nem feltétlenül fogok eljutni oda, ahogy tehát ő ajánlotta, hogy hát egyszerűen beszélni kell az emberekkel, akik akkor éltek, és meg kell tőlük kérdezni. Tehát orál historit kell folytatni, és az interjúkból, a személyes emlékekből, ha az igazságot össze nem is rakjuk, de a megközelítésünk sokkal széleskörűbb lesz. És én azt gondolom, hogy pont itt van a lényeg, és pont itt van értelme az ilyen könyveknek, és az ilyen filmeknek. És nagyon köszönöm Ágotának a beszélgetést, és köszönöm a résztvételt. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. És a könyvön kívül, ha valakit érdekel a Tartótisz című filmem, nálam van, hoztam néhány darabot, meg lehet, esetleg hozzá lehet jutni, akit érdekel.